Hát nincs olyan, hogy a gyerekek valamit ne tudnának kimagyarázni, elképesztő történetekkel tudnak előrukkolni, hogy miért tették, és miért pont azt a csintevést követték el vennénk a témában Szekeres Nóri és Dobó Ági. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, sziasztok! Hát összesen 5 gyereketek van, ugye? Mert neked van 3, Áginak van 2. Még összeadjuk, hogy... Igen, még az enyém az 6, jól állunk. Tehát, hogy akkor nézek ki a fejemnek. Vagy még ha szétdobjuk, akkor jut neked is. Mesélhetsz a gyerekkorodról. Hát meg, ha gondolod, és van kis elfolytott érzéseid. Nem, hanem milyen kis indokokat találtam a tetteimre. Igen. Mert hogy a csintevésekről, illetve azoknak a következményeiről és kimagyarázásáról fogunk beszélgetni, ez a ti gyerekeiteknél is gyakorta előfordul, jól tudom. Hát mi még nagyon most csöppentünk bele ebbe az időszakba, nekem 3,5 éves a Benni, a pici meg még igazából 4 hónapos, tehát ő róla nagyon nem tudunk szót ejteni, de a Benni ő most kezd kibontakozni, tehát nála ilyen reflexzerűen alakulnak ki ezek a védekezési mechanizmusok. Nem én voltam, meg a véletlen volt, meg amikor egyedül ül az asztalnál és így leborul egy pohár víz, és ő nem volt. Honnan szerint? Úgy sem volt. Nem tudom. Ez csak kitalálta egyszer, mert hogy nyilván ez a tagadás, ez a nem én voltam, felteszem a kezem, ezt valahol látják, vagy nem? Tehát hát lehet... szerintem biztos, hogy ösztönszerűen jöhet belőlük, hogy tudják, hogy nyilván, hogyha rosszat csinálnak, akkor vagy meg vannak szidva, vagy el van beszélgetve velük, hogy azért ezt nem kell, nem úgy kéne, stb. És akkor egyfajta ilyen védekezési mechanizmus ez, hogy én nem voltam, és akkor gondolja, megúszza a dorgálást. Tesóra fogják? Nem. Olyan nem volt, hogy a tesóra fogták volna. Nagyon édes volt az az időszak egyébként, amikor bejön ez a szerepjáték. És emlékszem arra, tehát, hogy a Noánnál így abszolút változtak azok, hogy ő a nap melyik szakában éppen ki volt. Tehát, hogyha valami megtörtént abban a napszakban, hát az ahhoz a személyhez köthető, vagy ahhoz a mesefilm figurához. Egyébként erre volt egy nagyon jó, egyszer elmentünk így egy ilyen baráti farsangra, és akkor pont az volt, hogy így az egyik szülő próbálta kideríteni a nevét. És akkor így kérdezte tőle, hogy téged hogy hívnak? Pán Péternek. Nagyon cseles akart lenni az egyik, és na jó. És tegnap hogy hívtam? Tegnap Cliffordnak. Soha nem tudta kideríteni, hogy a gyereket hogy hívják. Meg ez, amit mondasz te is, hogy talán a büntetéssel van ez kapcsolatban, hogy a gyerekek elkezdik ezeket a kitalálásokat, hogy nekik most az miért is nem úgy történt, vagy ez nem ő volt, és kihúzza magát belőle. Én nem vagyok az a nagyon-nagyon leszidós anyuka. Jó, most erre persze a gyerekek ugránának, hogy de, ha a tanulásról van szó, de ez egy tök másik dolog. De a Milura emlékszem, hogy amikor szaladt oda hozzám, csillogó szemekkel, hogy mutatnia kell valami. És oda vitt a falhoz, és a fal össze volt firkálva, és így mellé állt, és ilyen borzasztó büszkén rajzoltam egy kalózhajót. És akkor tudod, nincs szíved. Mit mondasz? Persze. A mestert összetörni benne, hát ahhoz és nincs. És aztán majd a festészeti kreativitása nem bontakozhat ki, majd rád fogja, hogy persze. Pontosan, úgyhogy ott álltam, és... Szóval erről el kell beszélgetnünk, akkor jött ez. Ági, nálatok, amikor mondjuk bubu csintevést csinált, még az óviban egy jó harabdálás. Azért van egy jó. Előfordult, igen, tehát az már az a kategória, ami azért kellemetlen, tehát azt nem szabad, és hát neki is elképesztő magyarázatai vannak, tehát ő vele is leültünk, ez pont most történt egy héttel ezelőtt körülbelül, hogy hát az óvon elmondta, hogy történt egy kis incidens, és hát megharapta az egyik kislányt ráadásul. És akkor este leültünk, nyugalom volt, a kicsi már aludt, és akkor na hát akkor beszélgessünk, hogy szegénynek milyen frusztrációja lehet, nyilván mi követtünk el valami hibát. És akkor... Nem, hogy rögtön erre gondolok. És akkor hát, hogy mégis miért, hogy megkérdeztük, hogy mi lehetett az oka, és mondta, hogy anya, én csak éhes voltam, nagyon. És így, tényleg, de ez az a helyzet, amikor nem tudsz nem röhögni, tehát mi is így nyelünk nagyon nagyokat, meg nézünk egymásra, tehát így pukkadozunk, de igyekszünk nyilván komoly fejet vágni, hogy azért megdorgáljuk, de nálunk is volt ilyen rajzolós, tehát ő meg a családot rajzolta le életében először. A falra? Az ágyra. Na, hát ez tehát, az. Hogy, tehát ezek a mesterművek. Az ágynak a fal keretére, és mondta, hogy ott van anya, és ott van apa, és nézd a Mézi, a kutyus is rajta van, és ilyen, úristen, tehát így ne filctollal. És ebben az a legrosszabb, hogy tényleg közben meg kell nekem mondanod, hogy igen, most akkor nem festővászonnak használjuk az összes fal felületet a lakásban, de valahogy úgy, hogy közben ne törd le ezeket a kis nyiladozó képességeit a gyereknek. Ti visszadumálós kislányok voltatok?
Én nem kimondottam. Nori. Igen, szerintem de én nagyon szerettem volna kidumálni magam minden helyzetből, igen. De akkor látjátok is magatokat, nem? Vagy te látod magad a gyerekeidnek? Igen. De ezek szerintem olyan jók az embernek. A Miluval történt egyszer, hogy az egyik óvistársa kapott egy követ. És nagyon szép volt a kő, bevitte, hogy megmutatja a barátjának. És a barátja mondta neki, jó, nekem egy fiókkal van ilyen. Hát a gyerek tudod összetört. És aztán így belementek a beszélgetésbe, hogy akkor hozd be. Ja, hát nem lehet behozni. De miért nem lehet behozni? És akkor annyira jókat mondott egyébként a haverja ezekre a dolgokra, hogy miért nem lehet, hogy nem lehet, hogy így teljesen csűrte, csavarta minden irányból, és a végén így találkoztunk, és föl lehet menni megnézni. Elfehéredett. Tehát az a pont volt az, amikor már nem tudott szegény mit mondani. Egyetek, ez nem tudatos, nem? Hanem ez ilyen ösztönös nekik. Tehát ezen nem gondolkodnak, hogy én most elkerüljek valami veszélyt. Én azt gondolnám, hogy kisebb korban ez még nem tud ennyire ilyen nagyon átgondolt dolog lenni, hanem csak ilyen tökre természetesen akkor... Hát szerintem azért benne van az, hogy ő ott ugye valamit elhallgat, tehát valami kamu van a dologban azért. Hogy védje tehát, magát? Tehát, hogy ez arra épülne föl? Hát, vagy a kényelméről szól, mondjuk nem tud tovább menni. Annyira fájnak a lábam, annyira fáradt. Nálunk most van. Mindig föl kell, nem? Tehát ez az állandóan például nagyon van fáj. Az a típusú gyerek, akit mindig cipelni kell. Nekem a második volt ilyen. Állandóan föl kellett lenni, és mindig volt valami indok, és így lógott, nagyon fáradt. Nagyon nagy szüksége van a segítségre. Ti is most jutottatok el eddig? Nekünk, hogy megszületett a kistesó, igen, mert nekem a Benni világéletében olyan volt, hogy megszületett, és akkor érezte jól magát, hogy letettük. És letettük, és ő nézőt, és karban soha nem volt meg. A pici viszont nagyon-nagyon anyás, és ő meg bújik, és ugye sokat van velem, rajtam, szoptatom, és akkor a Benni nem féltékeny, de erre nagyon-nagyon ugrik, tehát hogyha ölbe van, és akkor jaj, nagyon fáj a lábam, engem is vegyél fel, kisbabás meg, nem? Igen, én is kérek egy kis simét, egy kis pöncét. Ugyanígy egy kis simulális. Megkapunk. Nálunk is pont ugyanez, hogy nincs neked lábad? Nincs lábam, eltűnt a lábam. Igen, nekünk mondja, elvitte a cica. Elképesztő kreatívak, és elképesztő jó a beleérző képességük is, például Ági nálatok is, mert hogy olyan dolgok is ki tud találni, amiről nyilván ti sem tudjátok eldönteni, hogy van-e valóság alapja, például, hogy emlékszik magára a születésnek a megelőző. Igen, ez nagyon ijesztő. Igen, még ilyen képzeletbeli barátunk szerencsére. Igen, ő a Nini. Szóval még ilyen elképzelt barátja, ilyesmi nincsen, viszont a várandóságom alatt rengeteg dolog előjött így benne, hogy például kérdeztük, hogy mit csinál a kistesód, és akkor így mondta, hogy most alszik a sötét barlangban, de ott jó, mert meleg van, és ilyen tényleg olyan dolgokat mondott meg, hogy a születésénél ki volt ott például, tehát hogy így mi az, ami tényleg a fantáziájuknak a szüleménye, meg mi az, ami tényleg esetlegesen előjött neki emlékként, nagyon érdekes. Ebben egyébként a belegondolni is, meg a hideg. Nem írjátok ezeket? Tehát, hogy ez egy mondjuk... Én igen. Szóval én, mert hogy így jönnek hozzátok, így gondolom, így ismerősök, és akkor azt mondjátok, hogy na, képzétek, az elmúlt hetekben a gyerekeik a következő indokokat találták ki erre, és ezzel fel van húzod este, nem? Tehát egy kis kajom még mellé, és akkor már is egy egészség. Hát meg most már ezek a gyerekszáj dolgok, tehát szerintem tényleg szenzációsan szórakoztató ez az időszak, tehát igyekszem tényleg minél többet leírni belőle én is, hogy megjegyezzük, mert annyira vicces tényleg, hogy olyanokat kitalálnak, olyanokat mondanak, hogy honnan szedik. Ahogy ők mixelik a valóságot, tehát hogy ez valami, mert amennyi információjuk még van, az ugye nem túl sok, de azt ők használják. Na, meghoztam a kedved az apukasághoz, Krisztián? Oh, fáj a lábam, nem fog. Krisztián, a hátad is nem tudtam. Nekem kell kivinnem a hátamon. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok.